Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora. Várja Önt a stúdióban. Gulyás Balázs, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat elnöke. A műsor támogatója a Hold, a hosszú távú megtakarítások szakértője. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gulyás Balázs, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat elnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is üdvözlöm az Aréna hallgatóit. Törvény készül a kutatási hálózatról, amely úgynevezett sajátos jogállású jogi személyként definiálja majd a szervezetet, és az alapítványokra vonatkozó szabályok szerint működik majd, ha a készülő törvény másképp nem rendelkezik. Miért látják szükségét egy új átfogó jogi szabályozásnak, hozzá törvényben? A magyar kutatási hálózat, amely valójában 1949-ben az akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia újjá szervezésekor alakult, mint hálózat az akadémia keretein belül, 2019-ben az akadémiától elszakadt egy kormányhatározat útján, és azóta ez úgy működött, hogy a magyar parlamentnek voltunk felelősek, mint önálló költségvetési szerv, de valójában a definíciónk soha nem volt tiszta az elmúlt öt évben. Az úgynevezett KFI, tehát Kutatás, Fejlesztés, Innovációs Törvény egyik paragrafusa rendelkezett rólunk, de ebben nem volt tiszta az, hogy mi a magyar államháztartás, illetve a magyar közigazgatás, Közigazgatás rendszerében pontosan mi is vagyunk. És itt most ez egy lényeges kérdés lett a jövőnkre nézve: hogy valójában nekünk mi a szerepünk a magyar kutatási-fejlesztési ökoszisztémában? Mi csak egy egymástól bizonyos szempontból függetlenül működő, hiszen jelen például 21 jogi személyként működik a magyar kutatási hálózat, tehát egy ilyen halmaza vagyunk egymástól függetlenül működő önálló jogi személyeknek, amelyeknek feladata a kutatás elvégzése, avagy nekünk egy kiemelt szerepünk, mondjuk így ki, amire mi aspirálunk, a magyar kutatás zászlós hajója szerepünk van. Mi azt szeretnénk egyhangulag, a kutatási hálózat összes tagjával, akikkel eddig konzultáltunk, főigazgatók, igazgatók, munkatársak, hogy mi a magyar kutatási innovációs ökoszisztéma zászlósajőként tudjunk, tudjunk működni a jövőben, és ehhez meggyőződésünk szerint egy önálló jogállásra van szükség, amely definiálja azt, hogy a magyar kutatási hálózat, a Hunren, az egy olyan sajátos jogállású jogi személy, amelyik ezt a feladatot minden szempontból el tudja látni a magyar kutatási innovációs ökoszisztémán belül. De ez eddig jogi nyelven van megfogalmazva. Milyen konkrét kutatással kapcsolatos problémákat látnak orvosolhatónak azzal, hogyha neve van a gyereknek? A néven felül, ez egy jogállás jelent. Azaz, a törvény definiálja mindazokat a jogosítványokat, jogosultságokat, azt a törvényi feltétel rendszert, amelyben a magyar kutatási hálózat a jövőben működni tud. Miért fontos ez? Mert a kutatási hálózatnak, ahogy a neve is mondja, a fő feladata a kutatás. Azonban a jelenben, illetve a múltban a kutatási tevékenységeinket azok effektivitását, azok hatékonyságát jelentősen beárnyalta az, hogy egy bizonyos szempontból régi módi működési módban működött a kutatási hálózat. Rengeteg admin, adminisztrációs teher terhelte a kutatókat, az igazgatókat, a főigazgatókat. A támogatórendszerénk nem voltak kiépítve, hogy csak egy példát mondjak, jelen pillanatban is, 2024-ben papír alapon megy az adminisztrációnk. A világban ilyen kutatási elzott, én még nem láttam, hogy papír alapon történnek mondjuk a kifizetések, a bérelszámolás, és sorolhatnám. Azon kívül persze nyilvánvaló, hogy vannak támogatórendszerek rendszerek is, de mivel 21 jogi személyből áll a hálózatunk, rengeteg, nem egy, hanem jó pár különböző számítóképes támogató rendszere van mondjuk a pénzügyi elszámolásoknak, vagy a vagyonnal kapcsolatos intézkedéseknek. Ezt egységesíteni kell. Le kell venni a kutatók válláról azokat a terheket, amelyeket nem nekik kell viselniük. Tehát mi a jövőben ezt tisztázni szeretnénk, és egyértelművé tenni a törvényben, hogy a kutatók feladata a kutatás, és minden, ami a kutatást támogatja, azokat a rendszereket egységesíteni kell, összpontosítani kell, egy kézbe tartani, amit lehet, amit nem lehet, az maradjon a kutatóknál, vagy az intézeti gazgatóknál, de amit le lehet venni a vállaikról, mint terheket, azt meg egy olyan szervezet vigye, támogassa, amelyik ezzel foglalkozik, főállásban, professzionálisan, a legmodernebb támogató rendszerek segítségével. És így a kutatási főtevékenységünket jelentősen meg lehet erősíteni. Azt értem, hogy 20 valahány bérszámfejtés helyett akkor egy bérszámfejtés lesz, vagyis akkor 22-t meg lehet spórolni. A vezetési szinteket hogy tudják úgy meghatározni, hogy a helyi vezetők még azt érezzék, hogy rájuk is szükség van, és nem kell azt is a központból megmondani, hogy mi legyen az irány. De mi a modellnek a rajza? Amikor a modellen gondolkodtunk, és hagyd tegyem hozzá rögtön az elején, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hiszen az elmúlt egy évben több. Ö különböző átvilágítást is végeztünk, és akkor bocsánat, hogy ebbe belemegyek, de érdemes ezt megjegyeznünk, annak érdekében, hogy kialakítassuk a saját modellünket, amely a lehető legeffektívebben és a magyar közigazgatási viszonyok között a leghatékonyabban tudjon működni. Tehát megnéztük, közel száz világhírű nemzetközi szakértő segítségével azt, hogy intézeteink hogy működnek, milyen szinten van a tudományos tevékenységük, és hogyan támogatja mindezt a intézetek szintjén lévő támogató rendszerek, például bérelszámolás, emberi erőforrások, vagyongazdálkodás és így tovább a rendszere. Ezt a tudományos ö, átvilágítást, ahogy említettem, más típusak, strukturális, pénzügyi, innovációs átvilágítás is követte, és ezzel egy viszonylag jó, amennyire lehet, tökéletes, vagy hát lehetőleg a legtökéletesebb képet kaptunk arról, hogy mi van a kezünkbe. Mindemellett végeztünk egy úgynevezett benchmark analízist is. A világ több mint 20-21 néhány hasonló típusú kutatási hálózatával, mint Nyugat-Európában, Közép-Európában, illetve Izraelben és dél ázsiában lévő intézethálózatokkal való összehasonlításban megnéztük, hogy ők hogy működnek, és mi hogy működünk. És végül, de nem utolsó sorban, minden intézetünkből válogatott kutatók, főigazgatók, igazgatók, illetve külső és belső szakemberek segítségével a működésünk néhány alappillérét, struktúra, emberi erőforrás gazdálkodás, a kutatói életpályamodell is sorolhatnám, ezeket a pilléreket több mint fél éves munkával átvilágítottuk, tehát ez egy nem tudományos típusú, nem struktúrális típusú, hanem a koncepcióinkat, az alap pilléreinket érintő átvilágítás volt, és ezen átvilágítások összessége kihozott egy olyan képet, amiben megtudtuk, hogy mik is vagyunk pontosan. És hogy visszatérek az önkérdésére, ebből kijött az, hogy a mi esetünkben igenis lehetséges megtartani az intézeti szinteken azokat a feladatokat, amelyek az intézetek speciális kutatási jellegénél fogva arra a legjobban ö, mondjuk így alkalmazható feladatkörök, tehát a kutatással kapcsolatban, természetesen a téma specifikus feladatokat. A kutatás irányítását, a kutatás, hogy mondjam, rendszerének a meghatározását, tehát mik azok a mutatók, amelyek alapján monitorizni tudjuk, értékelni tudjuk a kutatás eredményét, ezt ott kell tartanunk az intézetek szintjén, hiszen az intézeteink azok speciális területekkel foglalkoznak, legyen az fizika, kémia vagy humántudományok. Ugyanakkor, Mindazon feladatkörök, amelyek támogató feladatkörök, amiről már beszéltünk, az emberi erőforrások kezelés, a bérelszámolás, a vagyongazdálkodás és sorolhatnám, ezeket lehet központosítani, és ez nem azt jelenti, hogy központosítunk általában, hanem azt jelenti, hogy a funkciókat célszerűen újra szervezzük a kutatással kapcsolatos közvetlen funkciók az igazgatóknak, főigazgatóknak a feladat körébe tartoznak, és az intézet szintjén maradnak. Míg a támogató funkciókat tudjuk egységesíteni, és ezzel a fő tevékenységünket jelentősen meg tudjuk támogatni. Lefordítható úgy, hogy az igazgató a tudományjal foglalkozik, de nem kell az egyes intézetekben mondjuk létesítményfelelősségi igazgató, meg gazdasági igazgató, mert azt megcsinálja a központ. Illetve, ha szükséges, mondjuk egy-egy nagyobb kutatóközpont területén is, hogy ott legyenek mondjuk a létesítmény gazdálkodással kapcsolatos munkatársak, igen, lehetnek, de azoknak az irányítása, azoknak az egységes rendszerbe szervezése legyen a központban, hiszen ha 49 kutatóintézetről beszélünk, és ennyiről beszélünk jelen pillanatban, akkor a koncepciót lehet egységesíteni. A létesítménygazdálkodással kapcsolatos feladatokat lehet egységbe szervezni, és így sokkal effektívebben történik a létesítménygazdálkodás kapcsolatos funkciók kivitelezése, végrehajtása, mint hogyha ezt 49 intézet esetében, 49 különböző módon végeznék az intézeteink. De, hogy tudták meggyőzni az intézet igazgatókat arról, hogy jobb lesz, hogyha a központból kapnak meg mindent, és nem neki kell küzdeni még 12 oxigénpalackért. Ahhoz szokott hozzá, hogy azért ő megküzd minden évben. Hát két oldalról közelítem meg a kérdést. Egyrészt, hogy mi abszolút rendszerességgel tárgyalunk a Főigazgatókkal, igazgatókkal, illetve a munkatársakkal. Tehát mi az abszolút transzperancia, az áttekinthetőség, az, a, a bevonás és a dialógus egyében végezzük ezt a munkát, a megújulás munkáját. De ehhez nagyon fontos szempont az, hogy a világban nagyon jó mintákat látunk. mint említettem, több mint 20 hasonló típusú nagy nemzetközi kutatási hálózatot, megnéztük. A működésük szempontjából, a teljesítményük szempontjából, egyáltalán arról a, azzal kapcsolatban, hogy nem csak, hogy hogyan működnek, hanem milyen struktúrában, milyen jogi formában működnek. És kiderült, hogy messze a legtöbb, és hivatkozhatnék a francia CNRS-re, a német Max Planck intézethálózatra, vagy a Fraunhofer, vagy Helmholtz intézethálózatokra, a Japán Rikenre, a Szingapúri Észtárra, vagy a koreai kaist egy jogi személyként működnek. A Max Planck intézethálózat például 86 intézettel tud egy jogi személyként működni, úgyhogy minden intézet azt végzi, ami a feladata. Egy-egy tudományterületen a kutatás, és az adott intézet igazgatói minden jogosítványjal rendelkeznek, ami ahhoz kell, hogy önállóan tudjanak felvenni munkatársakat, pályázhassanak nemzetközi pályázaton, vagy az intézetükkel kapcsolatos összes olyan feladatot saját hatáskörökbe tudják, tudják elvégezni, amely a kutatásukhoz kell. De mondhatom a francia cnrs -et. A francia CNRS, tehát a Mondhatnám így, a francia Hunren kutatási hálózat 32 ezer munkatárssal, benne 13 ezer kutatóval bír, és mégis egyjogi személyként tud úgy működni, hogy egész Franciaország területén egységes rendszerbe van szervezve az intézethálózatokkal kapcsolatos összes támogató funkció, miközben a különböző intézetek, mivel különböző Tudományterületeken kutatnak, a saját tudományterülettel kapcsolatos kutatási irányításukat a saját igazgatóiktól kapják. Nincs olyan átszervezés, aminek ne lenne valamilyen teljesítmény elvárási része. Ki és mit fogalmazott meg az intézetek vezetői felé? Na most pontosan itt van annak a jogosultsága, hogy a magyar kutatási hálózat a Hunren egy jogi személyként lépjen fel, a kormányjal nem szemben, hanem a kormány mellett, mint partner. Ugyanis az elvárás a kormánynak az, hogyha egy jogi személyként egy ütőképes, tárgyalóképes szervezetet hozunk létre, akkor a kormány mivelünk egy teljesítmény alapon történő, hosszú távú finanszírozási rendszerben gondolkodik, és megköti velünk azokat a típusú finanszírozási szerződéseket, amelyek Hasonlóan a nagynyugati modellekhez, említettem a franciákat, a németeket, de említettem ugyanígy a japánokat, kóriakat, szingapúriakat, teljesítmény alapon áll. A teljesítmény alapú finanszírozási rendszernek a lényege az, hogy vannak elvárások a finanszírozó részéről, és az elvárások teljesítése alapján fizeti ki azt az összeget, amiben megállapodunk a mondjuk így, a szerződés megkötésekor. Miről van szó? A teljesítmény alapnak az a lényege, hogy ö, van egy teljesen egyértelműen egy alaptámogatás, amit ugyanúgy megkapnak a kutatóink, a kutatóintézeteink, mint ahogy most megkapják bázis alapon. A finanszírozást. Hogy tudjanak dolgozni. Hogy hogy legyen legyen dolgozni. Ugyanakkor, ha valaki jobban teljesít, teljesítményének megfelelően sokkal jobb fizetést kap, vagy sokkal több kutatási támogatást kap. Tehát a teljesítménnyel, a teljesítmény növelésével nő a kutatásra szánt összeg, illetve az egyéni bérezés is. Emellett nyilvánvalóan minden finanszírozónak vannak elvárásai azzal kapcsolatban, hogy miket szeretne kapni azért a pénzért, amivel támogatja a kutatásokat. Magyarországon nagyon egyszerű a helyzet, de a világban mindenütt így működik a támogatási rendszer. A támogatási összegeket a magyar adófizetők pénzéből kapjuk. Tehát tulajdonképpen a támogatás mögött. A magyar adófizetők állnak, a magyar állampolgárok. Ők szeretnék azt elérni, hogy a magyar kutatási hálózat eredményei visszacsatoljanak az ő életükbe, visszacsatolás legyen. Mondjuk az egészségük, a jobb gazdasági feltételrendszer, amiben élnek, a biztonságosabb környezet, vagy élő és életelen környezet terén. Tehát mindazok a Mondjuk így, általunk elvárható, általunk az állampolgárok, az adófizetők által elvárható elvárások, hogy a pénzünkért jobb szolgáltatásokat kapjunk, biztonságosabb környezeti feltételeket, mondjuk egészségesebb élelmiszert, a gazdasági környezetünk az javuljon, és sorolhatnám a példákat, hogy ez elvárható. Tehát, nem csak a teljesítmény alapú finanszírozásnak nem csak az a lényege, hogy teljesítményt várunk, hanem bizonyos értelemben irányítjuk azt is, hogy milyen területeken várunk kiemelkedő teljesítményeket. És akkor most előjön a kérdés, hogy vajon ez sértheti-e az úgynevezett akadémi szabadságot? Nem. Hiszen a kutatók a világban mindenütt, ahol teljesítmény alapú finanszírozási rendszer van, így dolgoznak, és soha sehol nem sérti ez a rendszer az akadémiai szabadságot. Több oknál fogva. Az egyik az, hogy minden ilyen rendszerben van egy arány az úgynevezett misszióvezérelt kutatások, tehát bizonyos értelemben egy célrendszer ért, célrendszerben történő kutatások, és az úgynevezett white space, tehát fehér, terület, mondjuk így ki, tehát tiszta. Alapkutatásnak térben, hírják, nem, nem, tudjuk, mi lesz az között. eredménye, lehet, hogy semmi. Így van, így de van, a kíváncsiság eredménye. vezérelte kutatások. Például a francia esetben, a CNRS esetében egyharmad kíváncsiság vezérelte, és kétharmad misszió vezérelte kutatások. Is ez lesz az arány. Amerikában 20-80 Szingapurban 15-85 Nálunk az arányról még nem is gondolkodtunk, hiszen ez a következő hónapok kérdése, hogy a kormányzattal a hálózatunk milyen módon egyezik meg. És ebben a megegyezésben nem csak a vezetők, hanem gyakorlatilag az összes intézetünk, intézet intézetvezetőik, főigazgatók, igazgatók révén bele fog tudni szólni. Van-e arra valamilyen módszerük, hogy a különböző tudományterületeken elért minőséget egymással összehasonlíthatóvá tegyék? tovább egyik elér valamit az evolúció biológiában, az nehéz összehasonlítani azzal, mint hogyha az atommag kutatóban felfedezik a hidegfúzió olcsóbb módját. Ez egy abszolút alapvető kérdés, és ezzel nagyon sokat foglalkozunk, ugyanis még a természettudományok, az élettelen és élő természettudományok területén viszonylag egyszerű ezek mérése, mert mondjuk Szatmáriós barátom felfedez valamit az evolúcióban, annak az értékét úgy lehet mérni, első körben, hogy megnézzük, milyen színvonalú újságokban publikált, azoknak van egy úgynevezett impact faktora, azt látjuk, hogy milyen magas a impact factor, tehát milyen jelentős újságokban tudta lehozni a közleményét, és megnézzük, hogy hányan idézik. Tehát van egy ilyen egészen jól mérhető metrika, egy metodológia, amely ezt tudja mutatni, és ezeket a különböző tudományterületekre, az élő és életlen természettudományok esetében lehet súlyozni. Tehát tudjuk azt például, hogy a molekulis biológia most egy nagyon kurrens tudományág ott nagyon sokan idéznek bármit. Tehát azt egy bizonyos szorzószámmal kell, mondjuk összehasonlít az evolúcióbiológia, szatmerős barátunkról beszéltünk, területével, ahol egy sokkal kisebb a tudományterületnek az idézettsége, mert kevesebben művelik. És ezeket az arányszámokat használva lehetséges egy egyértelmű összehasonlítás a különböző tudományterületek között. A kihívás ezen a téren viszont a társadalomtudományok és a humántudományok területén van, hiszen ott teljesen más típusú a tudomány teljesítménynek a mérése, de erre most már az elmúlt években nagy nemzetközi, mondjuk egy konzorciumok különböző, szerintem egyre jobb és egyre jobb módszereket dolgoztak ki. Vannak olyan nagy nemzetközi konzorciumok, például az úgynevezett COARA, koalíció, amelynek mi magyarok is tagjai vagyunk, amelyek kifejezetten a tudományterületek különböző mérési metodikájával benne a humán és Tudományok mérési metodikájával foglalkozik, és egyre jobb, évről évre egyre jobb ajánlásokkal jönnek elő, és ezek alapján úgy tűnik, hogy kialakul nemzetközi gyakorlat alapján is egy olyan mérési Metodika, amelyel össze tudjuk hasonlítani a teljesítményeket a különböző tudományterületeken. De van itt még egy másik nagyon fontos szempont. Mi nem szeretnénk itt megmondani, hogy milyen metodikát kell használni. Hanem ebben a folyamatban a metodikák megállapításakor a rendszer. Megállapításakor szeretnénk, és ezt már megindítottuk, ezt a folyamatot, az adott tudomány terület képviselőit megkérdezni, és azt szeretnénk, hogy a jövőben ők mondják meg, hogy az ő területeken mi az a metodika, amely alapján a teljesítmény alapú finanszírozási rendszernek működnie kell. Tehát ez egy folyamat, amelyben minden résztvevő aktívan vesz részt, és a folyamat végső eredmények kialakításában szeretnénk a legnagyobb egyetértéssel a kutatóinkkal, és természetesen a asztal másik oldalán ülő kormányzattal egyeztetni és egy konszenzust kialakítani. Ki fogja végül megmondani, hogy mondjuk a mindent is kibíró kukorica vetőmaggal kell foglalkozni, vagy a nyelvészetnek egy olyan ágával, ami csak akkor lesz fontos, hogyha találkozunk egy idegen civilizációval, de akkor nagyon. És az csak ott fog kiderülni. A kutatói kreativitás, az meggyőződésem szerint végtelen. Minden olyan rendszerben, ahol most említettem, a misszió alapú, tehát misszió vezérelt kutatási megfontolásokat. És egy példát mondanék, én Szingapurban éltem hosszú időn keresztül, ugye ott az egy kis szigetország, a kormányzat bár rendkívül gazdag ország, kicsi városállam, városállam valójában Szingapur, de megmondja a kormányzat, hogy mik a fő kutatási célkütőzések egy öt éves periódusban. Ezek mindig az ország, hogy így mondjam, életbevágan fontos, egzisztenciális kérdésével kell, hogy foglalkozzanak, például az öregedés. Például az, hogy Szingapur 750 négyzetkilométer, nincs mezőgazdaság, az élelmiszert hogyan tudjuk legjobban biztosítani a közel 6 milliós lakosság számára. És sorolhatnék még néhány olyan nagy kihívást, amelyre a kutatási pénzek túlnyomó többségét fordítják. 85%-át 85 jelen pillanatban. De természetesen, ha én mondjuk egy orvoskutató vagyok, és én ezzel foglalkoztam Szingapurba, neurológiai, pszichiátriai, illetve idegtudományi alapkutatásokkal, akkor azt ö, ott találkozik az én kutatói kreativitásom az ő elvárásékkal, hogy mondjuk, és két példát mondok, amivel én magam is konkrétan foglalkoztam, az öregedéssel kapcsolatos kutatásokat végzek. Hiszen az egyik legnagyobb kihívás nem csak Szingapurba, Magyarországon is az, hogy az öregedést hogy tudjuk, a lehető legjobban abba az irányba terelni, hogy az egészségben eltöltött éveink száma a lehető leghosszabb legyen. Tehát a kíváncsiság vezérelte kutatást ő, valamennyire idomítani kell. Idomítani tudjuk, vagy a másik terület, Szingapurban pont ezzel kapcsolatban, amit úgy hívunk, hogy a humán potenciál legjobb elérése, tehát a gyermekkortól kezdve a lehető legjobban tanuljon a gyerek, és erre bizony vannak metodikák, hogy ezt tudjuk, a tanulási folyamatokat, az élethossziglan tartó tanulási folyamatokat kutatni annak érdekében, hogy a lehető legeffektívebben tanuljon a gyermek, a fiatalember, vagy a felnőtt, illetve az idős ember. És ezeket az alapkutatási koncepciókat lehet ezen irányokba terelni. De amint említettem korábban, emellett mindig ott van, Szingapurban is, az a white space, az a Nyitott terület, ahol bárki bármit benyújthat. Itt az arány volt a kérdés. Visszatérve a hazai állapotokra, mindezek természetesen itthon is hasonló módon fognak kialakulni az új rendszerbe, amit szeretnénk bevezetni. Nevezetesen a kormányzat megfontolásait a mi kreativitásunkkal, illetve a mi megfontolásainkkal hozzuk össze. Össze, fogjuk összehangolni, annak érdekében, hogy a kutatóink kapacitásait, kreativitását a lehető legjobban tudjuk azokba az irányokba terelni, amelyek a kormányzat elvárásai. Mik a kormányzat elvárásai? Jól megfogalmazottak az úgynevezett Naiman János program kereteiben, amelyet a tavaly a kormány már meghirdetett, és egy keretrendszert állított fel, hogy Magyarország számára a kutatás mely területei azok, amelyekbe maga a kormányzat is több pénzt szeretne beletenni, annak érdekében, hogy nagy nemzeti kihívásokat próbáljunk megoldani. Ilyenek az egészséges élettel kapcsolatos kihívások, benne az egészséges öregedéssel kapcsolatos kihívások, vagy ilyen a digitalizáció és a mesterséges intelligencia használata, avagy hivatkozhatnék a zöld átmenet, illetve az energiakérdésekre. Tehát ezek irányába a kutatásokat viszonylag könnyen hadrendbe lehet állítani, hiszen tehetséges kutatóinknak a kreativitása az mindig megtalálta azt az utat, hogy mondjuk egy matematikai alap kérdés megválaszolásával, hogy tudunk mondjuk segíteni egy digitalizációs folyamatot, a mesterséges intelligenciában újabb és újabb áttöréseket hogyan tudunk hozni, vagy olyan társadalmi kérdéseket megoldani, amelyek ebbe a kihívás rendszerbe a kutatóktól várnak válaszokat. Említette, hogy a kormányzati elvárásokat, meg a kutatói skilleket, kíváncsiságokat össze kell valahol hangolni. Hol lesz ebben az új szervezetben az a kuplunk, ami ezt a kettőt össze fogja tudni hangolni. Valahol fönt az intézet igazgató, maga a kutató fog töprengeni az ön, hogy az elvárást hogyan tudná a saját területén valahogy kielégíteni. Hogy fog működni? Az elmúlt időszakban, amióta én vagyok a kutatási az elnöke, rendkívül intenzív kapcsolat alakult ki a Hunrem vezetése és az intézetek, illetve a kutatók között. Az elmúlt másfél évben öt stratégiai műhelyt, workshopot rendeztünk, három havonta szerveztük meg ezeket, amelyen az igazgatók, főigazgatók, illetve kiválasztott kutatók voltak jelen, mindegyiken legalább 150 kutató, és emellett, ugye említettem, hogy Kimentünk minden intézetbe, egy olyan bizottság, amelyik nemzetközi szakértőkből állt, minden intézetünket meglátogatta. A vezetőkkel abszolút rendszeres a dialógus, a kapcsolat, a bevonásuk, az teljesen biztosított, és ezt a folyamatot a jövőben még intenzívebbé szeretnénk tenni. Egy olyan hálózat képe lebeg előttünk, annak az ideája lebeg előttünk, hogy ez egy a lehető legdemokratikusabban működő hálózat legyen, ahol meghalljuk mindenkinek a szavát, aki a tudomány terén hozzá akar valamit tenni a nagy egészhez. És ez azért fontos, hiszen a tehetségek azok nem ismernek korhatárt. Vannak kiváló időskutatóink, kutatóink, abszolút kiváló fiatal kutatóink, tehát minden korosztálynak valahol meg kell tudni jelennie ebben a Mondjuk így, or orkesztrában, egy szimfonikus zenekarban, és a hangjukat meg kell hallanunk. És mi erre törekszünk a vezetésben, hogy a lehető legintenzívebb kapcsolat legyen a jövőben is. A vezetés és a munkatársak között, a kutatók között. Ennek érdekében mindenképpen. Egy olyan mechanizmust fogunk kidolgozni, amelyben mindenki szava hallható lesz és eljut hozzánk. Ö, már most decemberben átalakítjuk az eddigi, ugye el, említettem, hogy öt úgynevezett stratégiai workshopunk volt ennek a rendszerét, és a jövőben abszolút rendszerességgel hunrán szimpóziumokat tartunk a munkatársaink bevonásával, ahol az életünkben nagyon fontos, Lényegbe vágó kérdéseket fogunk megtárgyalni, ilyen például a kutatói életút megtervezése. Jelen pillanatban nincsen tervezett kutatói életút a hálózatunkon belül. Ki kell, hogy mondjam, ami van, az egy szóval jellemezhetném szamár létre. Belép valaki, segédmunkatárs, munkatárs, főmunkatárs, de ez nem egy igazi életút kutató életút, életpálya. Ezt a modellt ki kell dolgozni. De említetnék sok más példát, benne azt is, amiről nemrég beszéltünk, hogy mik azok a témák, mik azok a területek, amelyeket pozícionálni szeretnénk a jövőben, annak érdekében, hogy a kormányzati elvárásokhoz közelítsünk a munkáinkkal. Tehát a bevonás, az engagement, ha egy angol szót akarok mondani, a dialógus, a vezetés és a munkatársak között rendkívül intenzív lesz a jövőben is. Azt látják-e már, hogy mitől lesz vonzóbb egy kutató számára Magyarországon a Hunren kutatási hálózatban kutatni, mint bárhol máshol? A kutatók közül sokan a legkiválóbbak mindenképpen. Tulajdonképpen ott kutatnak, ahol akarnak. Ez így van. De ugye a nagy kérdés, és ezt rendszeresen megkérdezik tőlem, hogy ugye a pénzhiány az, ami miatt itt veszítünk. Kutatásokat, értékeket, stb. Meggyőződésem, hogy biztos, hogy a pénznek kritikusan fontos szerepe van, de az első szempont az nem a pénz. Az első szempont a tehetség. Hogy itt tehetségek legyenek. A tehetségeknek kiváló gondolatai, koncepcióik, modelljeik kutatási témáik legyenek, és ha a tehetség egy jó kutatási témával kapcsolódik össze, akkor arra felfigyelnek a fiatalok is, bevonzó lesz ez a kutatás, és nem csak a hazai fiatalokat, a mieinket tudjuk megtartani a jövőben, hazajönnek majd mindazok, akik esetleg külföldre mennek, mondjuk egy posztdoktori vagy egy doktori ösztöndíjjal, ez nagyon fontos, hogy ott is tanuljanak, hiszen össze kell ö, hasonlítani a különböző országokban a témákat, a működéseket, a, 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 meg kell tanulni, hogy ott milyen szisztémában dolgoznak, nagymesterek mellett kell tanulni, de még arra is számítunk, hogy be tudjuk vonzani a világból, a egyéb országokból is, nem csak a külföldre magyar tehetségeket, hanem külföldről ott született tehetségeket is. Tehát a rendszerben mi nagyon a tehetségre, a kutatóra szeretnénk koncentrálni. És ha már itt tartunk, szeretném elmondani a jövőben, nálunk két nagy oszlopa lesz a Hunren filozófiájának, ha szabad így mondanom, a koncepciónknak az egyik maga a kutató. A kutató lesz abszolút a központban, és mindent a kutató érdekében fogunk megtenni. Hogy a támogató funkciónk, amelyekről oly sokat beszéltünk, azok őket támogassák meg, és ne neki kelljen napi több órában adminisztrációval foglalkozni. Hogy a kutató a kutatását a lehető legjobb körülmények között végezze, ezért mind egyéni szinten a bérezésben, meg legyen becsülve, de ne csak a bérezése legyen jó, a kutatási támogatás is ott legyen mögötte, az infrastruktúra, hogy a lehető legjobb műszerekkel, a legjobb feltételrendszerben, a hunren saját vagyonában ülve tudja a kutatásokat végezni. És emellett a másik nagy pillér, amire számítunk, hogy központi szerepet játszik, az Magyarország. A magyar kutatási hálózatnak, amint erről már beszéltünk, a magyar adófizetők pénzéből a magyar adófizetők érté ö, értékrendszerét kell kiszolgálnia elsősorban. Természetesen a kutatás, hogy az angolok mondják egy global village, tehát amit itt felfedezünk, az a világban mindenütt hasznot fog hajtani. Mindegyot beépül a tankönyvekbe, a, a tudománynak a nagy, hogy így mondjam, épületébe. Mi is beleteszünk sokat. De itthon, Magyarországon nekünk azt is figyelembe kell venni, és mégpedig nagyon-nagyon fontos figyelembe venni, hogy mi itthon elsősorban a magyar adófizetők pénzéből végezzük a kutatásokat, ezért azok a feltételek, amelyeket ők támasztanak irányunkba, hogy az ő, ő életük jobb legyen, hogy Magyarország élete jobb legyen, azt abszolút a figyelem központjába kell tartnunk a jövőben. Tehát a két nagy oszlop, maga a kutató, és az, hogy ez Magyarországon történik, ez központi szempont lesz a jövőben. Említette a saját vagyon jelentőségét. Ez tisztázott, ez egykoron akadémiai vagyon volt, és még az utóbbi években is lehetett hallani, hogy harcok vannak, akár egyes épületek ő, sorsáról. Akadémia nem akarja adni, ami a saját. Jelen pillanatban a Magyar Tudományos Akadémia épületeiben dolgoznak a kutatóink, és ö, a kormánytól megtudtuk, hogy az akadémiával nagyon jelentős tárgyalásokat folytat jelenleg a kormány annak érdekében, hogy ezt az akadémiai épület vagyont megvegye nagyon jelentős összegért az akadémiától. Mi ebben a tárgyalássorozatban jelenleg nem veszünk részt, hiszen ez a tárgyalássorozat a magyar kormány és a Magyar Tudományos Akadémia között folyik, és ahogy hallom a kollégáktól, közte barátomtól, a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől, Frany Tamástól is, nagyon jó hangulatban folyik most ez az egyeztetés az akadémia és a kormány között. Amit mi tudunk a velünk kapcsolatot tartó kulturális és innovációs minisztérium vezetőitől, az az, hogy amint ez a megegyezés megszületik a kormány és a Magyar Tudományos Akadémia között, utána, ha megszületett a megegyezés, az a magyar állam tulajdonába kerülő épület vagyont, a magyar állam átadja a Hunrem magyar kutatási hálózatnak annak érdekében hogy a jövőben a mi kutatóink a saját épületeinkben, a saját ingatlanjainkban tudják elvégezni a kutatásaikat. De saját vagyonnal lehet gazdálkodni. Arra, hol építenek be garanciát, hogy csak jól lehessen gazdálkodni a saját vagyonnal. A piacon lehet rosszul is gazdálkodni a saját vagyonnal. Nyilvánvaló, hogy a Hunren vezetésében erről mi már sokat gondolkodtunk. És ha átgondoljuk azt, hogy én magam több mint négy évtizedes külföldi tapasztalattal a világ néhány legjobb kutatóintézetében, Oxford, Cambridge, Löwen, Stockholm, Karolinszke intézet és Szingapur. Dolgoztam, láttam jó pár példákat, és ezeket magammal hoztam. De a vezérigazgatónk is, Jakab Roland úr, aki 23 éves Erikszonos múlttal, mint az Erikszon korábbi közép vezérigazgatója, és számos hatalmas szervezet tagja, illetve vezetője, az ipari téren és a kormányal való különböző tárgyalások terén, mint, mint vezető tárgyalófél. Olyan tudással, olyan tapasztalat jött be szervezetünkbe, és munkatársaink között is számos olyan vezető munkatárs van, akik behozták mind az akadémi életből, mind az ipar, a gazdaság területéről azokat a tapasztalatokat, amelyek alapján egy komoly új rendszerben gondolkodunk. A vagyongazdálkodásunk körvonalai kezdenek kialakulni a vezetésen belül, és egyértelművé vált, hogy nagyon felelős a főfunkcióink érdekében végzett vagyongazdálkodásról gondolkodunk. Ennek természetesen a törvény által adott keretei nyilvánvalóan adottak, hiszen ennek vannak törvényi keret rendszere is Magyarországon. Ugyanakkor mi mindent azért teszünk meg a jelenben is, és a jövőben is, hogy a fő funkcióinkat támogassa minden, ami nem csak a gazdálkodásunkkal általában, hanem a vagyonunkkal kapcsolatos a jövőben. Tehát mindig gyarapítani kell? Ezt Ö... lehet így fogalmazni, mert a piacon ez egy nagyon bátor kijelentés volna. Ö... Mert hát ott kockázat is van. Szeretnénk gyarapítani is, és annak érdekében, hogy a kutatási hálózat a jövőben még tovább tudjon gyarapodni önmaga is. Miért mondom mindezt? Ugye a múlt héten két nagy nemzetközi, európai nemzetközi esemény helyszíne volt Budapest, köztük az Európai Uniós legfontosabb konferencia, az Európai Tanácsülése is Magyarországon volt, amelynek zárónyilatkozatában, egy a versenyképességgel kapcsolatos fontos megállapítás hangzott el, nevezetesen. Az Európai Unió országainak a jövőben el kell érnie a nemzeti jövedelem 3%-ának a tudomány, tudományos tevékenységekre, a kutatásra fordítandó részarányát. Tehát magyarul Magyarország is elkötelezte magát amellett, hogy nemzeti jövedelmének legalább 3%-át kutatásra, innovációra fordítja a jövőben. A jelenlegi 1, másfél, százalék helyett. Tehát megduplázódik. Az elkötelezettség a kormány elkötelezettség alapján a jövőben az az összeg, amit kutatásra, innovációra fog fordítani. A kormány mindabban a keretrendszerben, amit a Múlt héten el, amit a múlt héten elhangzott ő, nyilatkozat szelleme sugal. Ehhez nekünk is föl kell készülnünk. Föl kell arra készülnünk, hogy a jövőben egyre több kutatási feladatot, egyre több innovációs feladatot kell végeznünk a nemzeti célok elérése érdekében. Ehhez tehát nem csak alapvagyonra van szükségünk, alap ingatlan vagyonra, hanem fejlődési képességre. Arra a készségre, hogy ezt tovább tudjuk fejleszteni annak érdekében, hogy a megnövekedő, a jövőben megnövekedő kutatás és innovációs tevékenységünket el tudjuk végezni. Tehát abban gondolkodunk, hogy nem csak a majd megkapott ingatlan vagyont működtetjük, hanem tovább tudjuk mindezt fejleszteni a kutatásaink, az innovációs tevékenységünk érdekében. Kizárható-e az, hogyha sajátos jogállású jogi személy lesz az alapítványok mintájára, akkor ugyanaz fog történni a Hunrán kutatási hálózattal, mint a közérdekű vagyonkezelő alapítványokba átment egyetemekkel történt, hogy kizárják őket európai programokból. Nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ennek veszélyt nem látjuk, ugyanis mi nem alapítvány leszünk, bár a törvényben van egy megjegyzés, mi szerint a mögöttes jogi feltételrendszer, az az alapítványokra érvényes jogi feltételrendszer. Szeretném tisztázni, hogy miről van szó. A Magyar Kutatási Hálózat, a Hunren egy önálló jogi személy lesz, egy sajátos jogállással. A sajátos jogállást három szóban foglalhat össze. Magyar Kutatási Hálózat. Tehát ez egy önmagában definiált jogi entitás, amelynek a különböző Ö, szempontjait maga az új törvény fogja definiálni. Azonban egy új törvény, legyen az akármennyire kiterjedt, részletes törvény, nem tud mindent kodifikálni, hiszen a jog az egy hatalmas terület, és mindig lehetnek egy jogrendszerben, pontosabban egy ilyen definiált körben olyan kérdések, amelyre az adott jog, az adott törvény, nem ad pontos válaszokat. Ezért mindig kell egy különleges jogállási, sajátos jogállási szerv jogállása mögé egy úgynevezett mögöttes jogállást tenni, amely azokra a kérdésekre ad választ, amelyre az adott törvény nem tud választ adni. Ez a mi esetünkben az alapítványi jog, de ez nem a kekva. Tehát az egyetemek, amelyek kekvás egyetemek, ők egy kekvás törvény, a kekva törvény alá tartoznak. Mi nem ez alá tartozunk, és nincs is közvetlen kapcsolat a mi jogállásunk és a kekvás egyetemek jogállása között. Tehát csak mögöttes jogszabályként Csak a mögöttes kell és akkor is az jogrendet. alapítványi jogrend van, és nem a kekvás jogrend. És szeretnénk nagyon hangsúlyozni. Mert a kettő nem ugyanaz. Annak kell, hogy a Kekvában benne van az alapítvány szó, de az egy önálló, külön törvényben van definiálva. Tehát mi a jelen helyzetben, ha átkerülünk a saját önálló jogállási törvényünk által meghatározott keretrendszerbe, nem leszünk Kekvás intézmény, és ezért nem fog ránk érvényes lenni az a fajta jelenlegi, mondjuk így tiltás vagy kizárás, ami sajnos a kekvás egyeteménket Brüsszel részéről illeti. Mennyire lehetnek biztosak a mindenkori állam, mindenkori kormány hosszú távú finanszírozási szándékában? Nagyobb lesz a teste a Hunren kutatási hálózatnak, mint a széttagozódott volna, de azért a kormány mégiscsak kormány, a parlament meg mégiscsak parlament, költségvetést ők csinálnak. Ez igaz, de a jelenlegi költségvetési helyzetben egy rendkívül pozitív ö, helyzetbe kerültünk. A kormány közvetlenül 18 milliárd forinttal növeli meg következő évben az a költségvetésből jövő támogatását. Ez azt jelenti, hogy április 1-től 50%-kal meg tudjuk emelni a saját költségvetési hozzájárulásunkat a kormány részéről. És ez azért április 1-től, mert ugye előtte szeretnénk a szervezetet egy olyan állapotba hozni, hogy már fogadóképes legyen a megemelt költségvetési támogatáshoz. 2027-ig pedig megduplázza a kormányzat és erről kormányhatározat van, a központi költségvetési támogatását a 100-en felé. Tehát 2027-ben már, és ez felmenő módon fog a következő években növekedni, 97 milliárd lesz a közvetlen költségvetési támogatása a 100-nek. És ugye, ahogy említettem, egy teljesítmény alapú finanszírozási szerződést kötünk a kormányjal, amelyik a keretek szerint tehát ennek a szerződésnek a kerete 25 évre szól. Az első egy hat éves periódusra szól. Ennek a hat éves periódusnak az első felében, tehát az első három évben a jelenlegi költségvetési támogatásunk megduplázódik. Tehát hat évre, a harmadik évtől tehát, 2027-től, a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik évre már biztosított lesz, a 97 milliárdos költségvetési támogatásunk. Nyilvánvaló, hogy utána a következő hat évre ismét egy költségvetési teljesítmény alap költségvetési szerződést kell kötnünk az állammal, és ez így megy a következő négy alkalommal is, hiszen hogyha hat éves periódusokról beszélünk, és 25 éves a keret, akkor négyszer hat év, az már garantált ebben a szerződésrendszerben. Úgyhogy van egy hogy így mondjam, nagyon egyértelműen meghatározott következő negyed évszázad, amire biztosítva lesz a Hunren megemelt költségvetési támogatása. Ez hagy tegyek hozzá még egyet. A törvény nem csak garantálja a központi költségvetési támogatásnak ezen emelését, hanem egy növekvő pályát is beleírt a törvényhozó ebbe a törvénybe. Nyilván vagy ezt még jóvá kell adni a parlamentnek. Tehát nem csak a megemelt költségvétési támogatás garantált, hanem a növekvő pálya is garantált törvény által. amikor hazajött Szingapurból, akkor eljött ide az Inforádió Arena című műsorában, ez egy évvel ezelőtt volt, körülbelül, én úgy emlékszem. Mi lepte meg itt a legjobban a hazai kutatás állapotában? vagy, nem, vagy látta, hogy egyébként hogy működik, mert ez egy nagy globális falu a kutatás, és tudta, hogy mi van Debrecenben mondjuk. Ami számomra a legmeglepőbb legmeg volt, az egy nagyon elevult ö, tudomány, politikai, tudomány, modell. És akkor visszatérnék, hogyha megengedi két szóban arra, hogy ez ö, hova megy vissza a múltba a modern tudománypolitikának a megalapozása az a második világháború alatt történt az Egyesült Államokon, amikor rájöttek arra, hogy háborúznak, és itt a háború érdekében mindent be kell vetni, köztük a tudományt is fel kell használni a háború megnyerése érdekében. És akkor dolgoztak ki a akkori elnök tudománypolitikai tanácsadója, aki korábban az MIT-nak, a Massachusetts Institute of Technology-nak, a világkirő MIT-nak volt a rektora, Vannevar Bush, azt a klasszikus tudománypolitikai elgondolást, hogy a tudományban, a tudomány művelésében van alapkutatás és van alkalmazott kutatás. Az alapkutatásban az alapkutatók, a felfedező kutatók vegyenek részt, azok találjanak fel valamit, találjanak ki valamit, találjanak meg valamit a természetbe, ezt publikálják le, és köszönjük szépen, ezzel meg vagyunk, és ez a public good, a közös jó érdekében történik, és mi ezt megfizetjük. A másik oldalon ott van az alkalmazott kutatás, ahol valamit meg kell oldani, azt a mérnökök szokták általában megoldani. Azok a mérnöki tudományok, vagy az alkalmazott tudományok, vagy sokszor úgy hívjuk transzlációs tudományok, hogy van egy nagy kérdés, akkor ott most hogy lehet A-B-be eljutni, hát azt megoldják. Szépen, és nekik is köszönjük szépen. De a két vonal nem volt egybekötve. És mindez már az Egyesült Államokban is, bár az elején rendkívül jól működött, a 70-es évek végére egy bizonyos értelemben egy, egy, egy káoszt, egy katasztrófa helyzetet hozott, hiszen a két oldal nem volt egybekötve, és nem hozta meg ez a nagyon komolyan kialakított tudománypolitikai támogatási rendszer a jó eredményeket. És akkor rájöttek, és akkor ezt törvényileg is korrigálták, hogy egy egységes értékláncba kell gondolkodni. Ott nem ér véget egy kutatás, hogy lepublikáltam egy gyönyörű felfedezést, és köszönöm szépen, megállok, hanem azt tovább kell vinni az úgynevezett értékláncba, tehát át kell vinnünk, egy kutatás eredményt az alkalmazások területére, abból az alkalmazásokból, ha lehet produktumot, tehát terméket kell csinálni, vagy társadalmi hasznosulása kell, hogy legyen a dolognak, mondjuk ki őszintén. Egy példával, például az, hogyha egy kémikus felfedez valami nagyon fontos vegyületet, amelynek van élettani hatása, akkor nézzük meg, hogy jobban lehet egy gyógyszer, és ha lehet gyógyszer, akkor fejleszük ki azt a gyógyszert, és alkalmazunk azt a gyógyszert. Tehát az értékláncat egy egészbe kell tekintenünk, és nem lehet ezt szakaszokra bontani, illetve lehet szakaszokra bontani, csak nem lehet ott leállni, hanem egységben kell gondolkodni. Nos, ez a fajta gondolkodás sajnos nem volt meg, itt Magyarországon, amikor én ide érkeztem vissza másfél évvel ezelőtt, és ez egy számomra megdöbbentő meglepetés volt, hogy vannak ugyan kutatók, akik ezt értik, meg is próbálják ezt végigvinni, de általában abban gondolkodunk, hogy aki alapkutató, az ott leáll, és köszönjük szépen, publikáltunk és meg vagyunk, az alkalmazott kutatók pedig hát inkább csak fejlesztéssel foglalkoznak. Ez számomra nem elfogadható, és én szeretnék itt egy nagy, mondjuk így, modellváltást behozni a magyar kutatói gondolkodásba mindannyian, ahogy a világban, a legfejlettebb országokban már így gondolkodnak a kutatók, mindannyiunknak abba kell gondolkodni, hogy a felfedezéseink, a új eredményeink, azok hasznosuljanak, menjenek át az értéklánc további szakaszaiba, ha valaki mondjuk egy kémikus és felfedez valamit, abból legyen akár egy gyógyszer, akár valamiféle új anyag, egy új polimér, egy új műanyag, vagy aki a társadalomtudományokban van, annak a felfedezése hasznosuljon az életünk során egy társadalmi, mondjuk így hatásmechanizmus révén, vagy aki a kultúrában kutat, egy magyar irodalom, egy magyar történelm, annak a kutatásait hasznosítsa a társadalom azzal, hogy a kultúránkat megemeljük a eredmények révén, hogy a múltunkat jobban megismerjük, hogy ennek legyen a mindennapi életünkbe hatása. Tehát azt szeretném elérni, hogy az értéklánc teljes egésze legyen a gondolkodásunk előterébe a jövőben ezzel fog kezdődni a következő beszélgetés, hogy az új rendszerben ki fogja megtanítani az összes kutatót arra, hogy teljes értékláncban tudjon gondolkodni. Már azt, aki még ezt nem tudja. Az elmúlt egy órában Gulyás Balázsa, Hundrán Magyar Kutatási Hálózat elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója Hold. Az év alapkezelője 2024-ben.